Már csak néhány napig és kezdődik a Derbi és Divat Fesztivál a Kincsen Parkban. A szervezők idén is érdekes programokkal és versenyekkel várják az érdeklődőket. Már megvannak a startszámok, és ezeket néhány perce húzták ki. Ott van a helyszínen Jó Ferenc kollégám, őt szólítom most. Szervusz Feri, miért fontos ez az indulási hely? Jó napot kívánok, szia Csaba! Pontosan ezen a hétvégén érkezik a 105. magyar ügető derbi és a 97. magyar derbi. Említetted is, Csaba, hogy nemrég tartották meg a sorsolást. Az itt készült felvételeket láthatják a nézők a következő percekben, közben pedig beszélgetünk Pécsi Istvánnal, aki hát nekem mindenképpen a magyar lóversenyek hangja, illetve a Kincsen Park igazgatója. Jó napot! Okosabbak lettünk a sorsolás után, egy picit jobban, magabiztosabban lehet fogadni? Hát megmondom őszintén, hogy a galopp azért a startboxoknak talán nincs olyan óriási jelentősége, hiszen 2400 méter a táv. Talán abból a szempontból fontos, hogy jó legyen a start pozíciója valakinek, hogy az első kanyarig, ami nagyjából 400 méter múlva kezdődik az indítás után, minél jobban tudjon helyezkedni a lovával. De én úgy érzem, hogy a galopp esetében vannak olyan lovak a mezőnyben, akik nagyon erős tempót fognak diktálni, így nem lesz olyan nagy jelentősége a pozíció harcnak, mert el fognak előre menni, és az kicsit meg fogja húzni a társaságot. Hogy történt a sorsolás? Hát a sorsolás az évek óta hagyományos módon, mint hogyha mondjuk a BR-ről beszélnénk. Bent vannak a számok egy urnában, fönt vannak az indulók, és az indulókhoz, hiszen a programszám és a startszám az elválik a galoppon egymástól, programszám szerint sorsoljuk a lovakat, és mindenki kap magának egy startboxot. Egy kicsikét mászunk bele most a lósportba. Kik idén az esélyesek, illetve a tavalyi nagymenők, például Villámbil, Turtupári, hogyha jól emlékszem, ő az Overdose. Igen. Csikó, velük mi van, illetve ezen a hétvégén mi várható, kik a favoritok? Hát Urtopári Overdose-hoz hasonlóan egy nagyon szép veretlenségi sorozatot produkált, utoljára aztán kikapott Párizsban. Ugye a derbiben nem futott tavaly, de a derbi napján volt a hazai pályafutásának legnagyobb stílusú győzelme. Ő jelen pillanatban Franciaországban van tréningben. Estifény, aki tavaly nyerte a derbit, az épp a közelmúltban került el külföldre. Azok után egy nagyon szép karriert kezdett felépíteni Nyugat-Európába. Hát az idei favoritokról én azt gondolom, hogy majd elterelném a nézőket inkább a különböző honlapjainkra, és most nem szívesen tippelgetnék, hiszen nagyon elején vagyunk még azért ennek a történetnek. Mind a két szakágban, mind az ügető, mind a galoppon rettenetesen kiegyenlített a mezőny, úgyhogy én még pár napot várnék, hogy ezt feldolgozzuk. Az biztos, hogy 15-en fognak futni vasárnap majd a 97. magyar derbiben, szombaton a 105. ügető derbiben pedig 12-en indulnak. Én azért nagy magabiztossággal nem merném megtippelni, hogy itt ki fogja megnyerni a futamot, de az tény, hogy természetesen tudunk esélyesekről beszélni, hiszen ez mégiscsak lóverseny. Szombat-vasárnap futnak ugye a lovak, de pénteken az Agar, aki a terep, mi van Buksival például? Ő az előző években nagy favorit volt. Hát igen, Buksi óriási meglepetése megnyerte tavaly a verseny Decsát előtt. Ő például lehet, hogy duplázni fog, hiszen Decsát információm szerint nem fog indulni egy kisebb sérülés miatt. JT Milán, aki a legnagyobb sztárma Magyarországon az agársportban, az szintén kihagyja ezt a futamot, úgyhogy ha a homályos a kép, akkor valóban az Agárban a talán a leghomályosabb. Nem maradt sok időnk, végezettől pedig hétvégén, pénteken, szombaton, illetve vasárnap mivel várják az ide látogatókat? Futni fognak majd a kutyák, az agarak ugye, szombat-vasárnap lovak, de emellett lesznek majd kisőrő programok, illetve lesz gasztronómia. Így van, hát természetesen a gasztronómia az mindig szervesen együtt jár a lóversenyen, hiszen egy hosszú 5-6 órás eseményről beszélünk, és ami a legfontosabb, hogy a divat, tehát derbi és divat fesztivál, az idén már hivatalosan is a divatot fölvettük a rendezvény elnevezéséhez, hiszen évek óta legalább olyan nagy jelentősége van most már a divatnak, mint a versenyeknek. Egyre többen, egyre elegánsabban érkeznek a Kincsen Parkba, és a legjobb úton járunk afelé, hogy elmondhassuk, hogy a Kincsen Parkba rendezett derbi és divat fesztivál a legelegánsabb szabadtéri rendezvény Magyarországon. A péntek esti versenynapunk az egyfajta bemelegítő versenynap, többek között az Agár derbivel, illetve a Póni derbivel, ez egy ingyenes nap. A 18 év alattiaknak egyébként ingyenes szombaton és vasárnap is a rendezvényünk, számtalan ingyenes gyerekprogrammal készülünk. Egy igazi nagy családi happening lesz, és hogyha hinni lehet az idő jósoknak, akkor minden idők egyik legoptimálisabb időjárási körülményei között tudjuk lefutni a derbit, mert se nem hideg, se nem meleg, se nem eső, semmi nem lesz, szóval szerintem minden egy adva van hozzá, hogy egy fantasztikus nagy fesztivált rendezünk itt a város közepén. Pécsi Istvánnak köszönjük szépen, hallhatták tehát a nézők, pénteken futnak az agarak, szombaton jön a galoppverseny, vasárnap pedig a 97. magyar derbi, emellett pedig lesz gasztronómiai része a fesztiválnak, lehet majd jókat enni, jókat inni, valamint lehet kalapban érkezni a hölgyeknek, őket egyébként külön jutalmazni is fogják majd.
Jó Feresznek, köszönjük szépen!